vigyázz ránk, ne hagyjad elveszni a hazát. Sírva kér két szemünk, irgalmazz mi nekünk, emeld fel magadhoz nemzetünk. Szeretet fénye ég bennünk, míg élünk, hiszünk és remélünk. Vigyázz ránk, nyújtsd kezed, oltalmazd népedet, az ősi magyar nemzetet. Szűz anyánk szeplőtlen Mária, hozzád száll sok magyar sóhaja. Kérd értünk fiadat, megváltó urunkat, védje s őrizze országunkat. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők! Azért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk nagyjaink áldozatára, amit nemzetünkért, amit értünk hoztak. Gondoljunk most azokra a hősökre, akik bátran álltak Hajnaú hóhérai elé, életüket adva hazájukért. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Ezek voltak Aulik Lajos kivégzését megelőző utolsó mondatai. Ez a mélyről jövő hazaszeretet határozta meg Aulich és társai életét. Ők voltak azok, akiket nem rettentett el a hatalmas túlerő sem, akik mindvégig eltántoríthatatlanul harcoltak a független Magyarországért és az 1848-ban született forradalmi vívmányokért. 48-ban és 49-ben megüzentük a világnak, hogy hazánk függetlenségéért a legvégsőkig is képesek vagyunk harcolni. Világossá tettük, hogy elég a feudális kötöttségekből, egy alkotmányos berendezkedésű polgári országban akarunk élni. Törekvéseinket az uralkodó 1848. márciusában történteket követően teljesítette, ám később visszakozott. A magyar nemzet azonban összekapaszkodott, hogy megvédje a korábban kiharcolt jogait. A szabadságharc 1849 tavaszára magyar győzelmeket hozott, ám az orosz beavatkozás megpecsételte szabadságharcunkat. Világosnál letettük a fegyvert, majd Arad következett. A kegyetlenségeiről hírhet Hajnaú által vezetett egy éven át tartó megtorlás első lépése a tábornokok kivégzése volt október 6-án Aradon, amellyel sor került hazánk történetének első koncepciós eljárására. Hajnali fél hatkor a négy golyó általi halálra ítélt tisztet sorrendben Lázárt, Dezsőfit, Kisernőt és Svejdelt végezték ki először, utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort 6 órakor Pöltenberg Ernő nyitotta meg, őt pedig Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, majd Damjanich János követte. A legszörnyűbb büntetés így Vécsei Károly grófnak jutott, neki ugyanis végig kellett néznie társai halálát. Miután ő már senkitől nem tudott elbúcsúzni, kivégzése előtt jobb hián Damjanichnak csókolt kezet. Ne felejtjük azt sem, hogy azon a napon a vértanú halált szenvedett honvédtisztek mellett gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökünket elnyomóink bosszútól átitatva elrettentő példaként kivégezték Pesten. Az Aradon kivégzettek tetrekészsége és bátorsága
példát mutat nekünk, ma élő magyaroknak. Áldozatok azt üzeni, hogy mindig meg kell küzdenünk a szabadságért, amit mi sosem kapunk ajándékba. Most sem engedhetünk a 48-ból hazánk szabadsága, polgárosodása eszményéből. A polgári Magyarországot minden nap óvnunk és őriznünk kell, készen állva arra, hogy bármikor megvédjük. Nem kell más tennünk, mint emlékeztetni magunkat újra és újra az aradi hősök szellemiségére. Tisztelet és dicsőség a bátraknak. Isten áldja önöket, Isten áldja Magyarországot.